Szeretettel köszöntjük a megjelenteket iskolánk tanévzáró ünnepségén. Külön köszöntöm Pap László címzetes igazgató urat, Prisztás Imréné igazgatóhelyettes asszonyt, Nagyné Fóris Katalint igazgatóhelyettes asszonyt, Mákosné Fehérvári Csillát, a szülői munkaközösség elnökét, Légrádiné Kőházi Tímeát, iskolán koordinátorát. Kérjük, hogy a zászlóbehozatal után énekeljük el együtt a himnuszt. Az évzáró műsorban az alsó tagozatot Aszódi Gergő, második A-osztályos tanuló képviseli, a felső tagozatból Szabó Gabriella, ötödik C-osztályos, és Simon Máté, hetedik C-osztályos diák idézi fel a fiúk és a lányok gondolatait. Anna, tanévzáró. A szikrázó júniusi napsütésben az udvaron összegyűlt a sok gyerek. Osztályonként sorba álltak, régóta erre a napra vártak. Mindenki hangosan beszélget, a szabadból legalább lehet.
barátokkal még egy pár szó, ki tudja, mikor lesz újból találkozom. A dal a nyárról énekel, szívünk eltelik jókedven. A vers minden sora az erdőbe csalogató, szinte a madarak hangja is hallható. Igazgató bácsi dicséreteket sorol fel, aki szorgalmas, minden jót megérdemel. Oklevelek, szép könyvek halomban, igazán büszkék lehetünk magunkra. A köszönés is vidámsággal teli, felszabadultan búcsúzik el mindenki. Elhangzik az igazi varázsszó, szívnek, fülnek kedvence, vakáció! Lányok dala. Azt mondják a fiúk, nyávogunk, sejpegünk, játszani nem lehet, semmi jót se velünk. De ők tiszta gügyék. Földön fetrengenek, egymás fejét verik, s azt mondják, ez remek. És egymás lögdösik, rúgják. Labda sehol, azt mondják, ez foci, ruhájuk csupa por. Autókártyázva meg összevesznek azon, hogy hány köbcenti a hengerűr tartalom. A lány WC-be is bejönnek a fiúk, vízzel locsolnak ők, mi meg sikoltozunk. Kiteszik lábukat, benne hasra esünk, azt mondják, van hajunk, azt mondják, nincs eszünk. A fenekünk alá ők tesznek rajzöget, békén nem hagynak és belénk szerelmesek. A fiúk dala, az összes lány dilis, s azt, hogy miről susog, hiába is vered, nem mondja meg, titok. Mind kastélyban lakik, van 100 aranylova, de azért nem lovon, hozzák suliba. Kertjükben egy fa van, igaz gyöngyöt terem, szekrényükben csoki, cukor töménytelen. A falból zene szól nálunk, ezt szeretik, s táncol, pörög forog, éjt-nappal mindegyik. Ruhájuk sejem, a gyémántjuk igazi, már, ha ezt a mesét valaki bevezi. Nyelvüket nyújtogatják. S ha felrúgod ezért, vőg is árulkodik, s még te kapsz büntetést. Körmükkel szívüket, tollukkal festenek, s kibírhatatlanok, s belénk szerelmesek. Az igazgató helyettesi beszéd következik. Felkérem Prisztás Imréné Marika nénit a tanév értékelésére és a kitüntetések, dicséretek átadására. Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves kollégánk! A 2008-2009-es tanév végéhez érkeztünk. Ez sem volt könnyebb, mint a többi. Erőfeszítést követelt mind a gyerekektől, mind a pedagógusoktól. De a szorgalmas munkának meglett az eredménye, mert ezt a tanévet is nagyon szépen zárták tanulóink. A Bartók térre járó diákok eredményét szeretném ismertetni. Magatartás alsó tagozatos tanulóknál 4,6, felső tagozatos tanulóknál 4,4. Szorgalom alsó tagozatnál 4,7, felső tagozatnál 4,3. Kitűnők száma alsó tagozatban az első háromhoz évfolyamon 83 tanuló kapott kiváló minősítést. A negyedik osztályban 20 tanuló kap készhez kitűnő bizonyítványt. A belső tagozatban 80 kitűnő bizonyítványt állítottak ki kollégáim. Sajnos egy tanuló elégtelen osztályzatot is kapott, így neki még augusztusban pótvizsgát kell tennie. Az eredmények szépek, a számok önmagukért beszélnek. Meg kell említenem, hogy van olyan 8. osztályos tanulónk,
aki már sikeres nyelvvizsgát tett angol nyelvből. Ami a tanulmányi versenyeket illeti, szinte mindenhol képviselte iskolánkat néhány diák. Az alsó tagozatosok igen szépen szerepeltek a megyei versenyeken, a felsősök több tantárgyból eljutottak az országos versenyekre, és ott benne voltak az országos 10-ben. Az ő nevüket szeretném felsorolni. Róth Imola és Szabó Mátyás György angol nyelvből, Dorko Anna Mária és Várajai Janett német nyelvből, a Kálti Márk országos tanulmányi versenyen Bauer Emesek és Kucsma Levente István, anyám Fekete Rózsa nemzetközi vers és prózamondó versenyen Járdán Eszter, a Titok országos anyanyelvi versenyen Bajzát Judit és Sütő Eszter, a Szorobán matematika versenyen Kucsma Levente István, Gyönki Benge Begóz, Eged István Renátó és Bóta Zsombor. A Teleki Pál földrajz versenyen pedig Korózs Áron szerepelt kimagaslóan. Gratulálunk nekik és felkészítő tanáraiknak, Nagyné Flóris Katalin, Lékrádiné Kőzházi Tímea, Villangó Pálné, Barga Sándor, Magyarósiné Herceg Éva, Sipos Zsoltné, Gyarmatiné Nyíri Katalin és Sándorné Halász Erzsébet tanároknak. Iskolánkban az idei tanévben a megszokott rendezvényeken kívül újdonság volt a Hívogat az Eszterházi programsorozat, ahol az első osztályba készülő kisovodásokkal és szüleikkel ismertettük meg iskolánkat, mutattuk be 7 szombaton délelőtt iskolánkban folyó képzéseket, a nyelvit, a művészetit, a sportot, a táncot, és vehettek részt kézműves és játékfoglalkozásokon. Ezeken a délelőttökön a szülőknek volt lehetőségük, hogy részletesebben informálódjanak iskolánkról. A szép eredményeink, sokrétű iskolai képzésünk, és természetesen ezek a szombati délelőttök is hozzájárultak ahhoz, hogy 2009. szeptember 1-től iskolánkban 4 első osztály indul, a szokásnak megfelelően, és ebből 3 a Bartók téren, 90 fővel. Ahhoz, hogy az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka minél színvonalasabb legyen, az iskola vezetése és tantestületünk megragad minden alkalmat, hogy pályázatokon részt vegyen. Így történt ez az idén is. A HEFOP pályázaton 10 millió forintot kapott iskolánk, amelyet arra fordítunk, hogy minden 5. osztályos tanuló tanulói laptopot kapjon. A TÁMOK 3.1.4. elnevezésű pályázaton nyert 50 millió forintot a kompetencia alapú oktatási programok bevezetésére, az interaktív tanulási környezet megteremtésére és 29 tanár kollégánk továbbképzésére fordítjuk. A pályázatban az 5., a 9. és a 11. évfolyamok tanulói vehetnek részt, összesen körülbelül 330 tanuló. A tanulmányi versenyeken résztvevő tanulók közül az idén a legkiválóbbak erdélyi jutalomúton vesznek részt július hónap folyamán. Szeretném a nevüket felsorolni, hogy kik ezek, akik ezen a jutalomúton ebből az épületből részt vehetnek. Dorkó Anna Mária 8. C osztályos tanuló, mert a német verseny megyei 3. helyezettje lett, németországos általános iskolai tanulmányi verseny 2. helyét nyert el, történelemországos általános iskolai tanulmányi verseny megyei 4. helyezett, Szrínyilon a matematika verseny megyei 7. hely, Simonyi Zsigmond helyesírási verseny területi 6. hely. Vecsernyés Tamás 8. A, Zrínyilon a matematika csapatverseny megyei 1. hely, Varga Tamás matematika verseny megyei 3. hely, Zrínyilon a matematika verseny egyéni megyei 5. hely. Szabó Mátyás György 8. A osztály, angol országos tanulmányi verseny megyei 1., angol országos általános iskolai országos 5. hely 7. évfolyamból, angol OATV országos 13. Zrínyi matematika verseny csapat megyei 1. Kegye Péter 8. C. Hevesi György kémia verseny területi 3. Kenguru matematika csapat verseny megyei 1. Hernád Fői Márk 8. B.
angol OATV megyei első, angol OATV országos 8., angol felsőfokú nyelviska. Korózs Áron 7. C. Telekipár országos földrajzföltan verseny megyei első, Telekipár országos földrajzföltan verseny országos 2. hely. Történelem verseny megyei 2., városi rajzverseny városi 1. Elekes Iringó 7. C. Hevesi György kémia verseny megyei 2., Szent István és kora történelem verseny megyei 2., angol nyelvi tanulmányi verseny területi 1. És Járdán Eszter 7. C. Versmondó megyei 3., történelem megyei 2., és angol versmondó megyei 1. Kimagasló eredményekkel dicsekedhetünk a sport területén is. Most azoknak a tanulóknak adjuk át az oklevelet, akik a legszebb eredményeket érték el. Arra szeretném kérni a gyerekeket, hogy majd egymás után, ha egy-egy kategóriát felolvasok, akkor gyertek ki, és Nagyné Boris Kati nénitől átvehetitek az oklevelet. Úszás 6x50 méteres váltó fiú 3. hely. Petrovai Zoltán 7. A, Baranyai Ádám 7. A és Halmos Péter 7. A. Ti pedig gyerekek, amikor kijönnek, akkor tapsolhattok a nevek felolvasása után. Cselgáncs 3. korcsoport 1. hely, Rudinszki Ádám 6. A. Arany. Tenisz 3. korcsoport csapat 2. hely, Fürjes Nándor 6. A, Kovács Zoltán 6. A, Rácz József 6. A. Tájékozódási futás 3. hely, Bóta Zsombor 6. B. Nincs. Aerobik UP2-es csoport 1. hely, Sütő Eszter 6. B, Seres Zsófia 6. B, Csikós Nóra 6. A, Smutzer Fanni 7. C. Ugyanakkor aerobik UP2 páros első hely Csikós Nóra, Seres Zsófia, de ezért külön oklevelet nem kapnak most, és már kint vannak. A taps azért jár nekik. Aerobik UP3. Csoport első hely Baló Orsolya 4. B, Smutzer Orsolya 4. A, Márton Eszter 4. B, Bárdos Fanni 4. B, Uzai Eszter 4. B. Látom, már valamire készülnek. Aerobik UP4. Clio 2. hely, Balog Orsolya, Smutzer Orsolya, Márton Eszter. Itt már most kapták meg, tehát őket azért még egyszer tapsolják. Negyedik csoport 2. hely, Molnár Anna 2. B, Seres Viktória 3. A, Pócsi Banda 2. B, Vas Nikol 2. B, Stefán Laura 2. C, Laurenyec Levente 2. C. Emese, bocsánat, én Leventét tanítottam. Én is bakizhatok. Amatőr röplabda diák olimpia 3. csoport 1. hely, Bóta Zsombor 6. B, Mákos Attila 6. A, Nagy Vendegúz 5. B, Pál Dominik 5. B, Ráki Patrik 5. B, Ráki Dániel 5. B, Somogyi László 5. B.
fia, hogy vagy? Röplabda Diák Olimpia 4. korcsoport 3. hely, Árvai Péter 7. C, Dén Zoltán 7. A, Kovács Bence 7. C, Salló Tamás 6. A. Amatőr röplabda Diák Olimpia 3. korcsoport 2. hely. Benedek Dorottya 6. B, Priska Virág 6. B, Lénárt Vivien 5. B, Gáspár Henrietta 5. B, Donkó Melinda 5. B, Barta Anna 5. B, Mocsári Réka 6. B. Röplabda Diák Olimpia 4. korcsoport 2. hely, Denk Lili 5. C, Mérkői Mira 7. B, Mérkői Viktória 7. B, Pap Dorottya 7. B, Kovács Lilien 7. B, Benedek Júlia 7. B. Gyertek! Póló, 3.-4. osztályosoknak 2. hely, Ceglédi Nándor Miklós 3. A, Magyar Márton 3. A, Kovács Gergely Bulcsú 3. B, Kripko Ádám 3. B, Szekeres Levente József 3. B, Koros Benyámin 3. C, Kürti Dominik Péter 3. C, Molnár Dávid 4. C. Suli Póló, 5.-7. osztály, 3. hely, Gál Gergő, 5. A, Tonka Szabolcs László, 5. A, Rácz Balázs István, 5. C, Csirmaz Dominik, 6. C, Hornyák Olivér, 7. A. Suli Póló 7.-8. osztályosoknak 1. hely, Baranyai Ádám 7. A, Halmos Péter 7. A. Bocsánat, Kati, valami jelzés van, akkor elnézést kérek. Akkor marad a... Tessék? Telekipár országos földrajz föltanverseny 2. hely, Korózs Áron 7. C. És Sándorné Halász Erzsébet tanár. A 18. országos felnőtt táncművészeti fesztivál kortárs kategóriában a Szinergia című koreográfiáért 3. hely, Szabó Laura 7. B, Barta Brigitta 7. B, Miklós Lilla 7. A, Jacsó Anna 7. A,
Boros Eszter 7. A, Magyar Petra 7. A és Noémi 7. A. Jonatán országos könyvmolyképző versenyen kiváló minősítést kaptak a következő tanulók, kérem ők is fáradjanak ki. Máté Letícia 5. A, Barát Miklós 5. A, Kucsma Levente István 6. B, Kucsma Luca Zsuzsanna 4. B, Eged Renátó 6. B, Mester Dávid 6. A, Bóta Áron Gábor 7. B, Leffel Anna 7. B és Somogyi Zsuzsanna 7. B. Szép hagyomány, hogy művészeti nevelésért és tevékenységért alapítvány a művészeti nevelés területén kiemelkedő eredményt elért tanulóinkat három kategóriában jutalmazza. A díjazott könyvutalványt és oklevelet vehet át. Irodalmi kategóriában az első díjat iskolánkból Járdán Eszter 7. C-osztályos tanuló érdemelte ki. Gyere ki, Eszter, és csak ha kint leszel, akkor szeretném az érdemeidet felsorolni. És maradj itt, amíg felolvasom, hogy mit kell róla tudnunk mindannyiunknak. Eszter a versmondó versenyek állandó indulója és helyezettje kisdiákkorától. Ebben a tanévben a következő versenyeken indult és ért el helyezést. Városi versmondó verseny 7.-8. korosztály első helyezés. Megyei versmondó verseny az ötágú síp üzenete második helyezés. Megyei vers és prózamondó verseny külön díj. Országos versmondó verseny külön díj. Ezen kívül angol szép kiejtési versenyen második helyezett lett, és Eszter az iskolai műsorok állandó szereplője. Hozzáállása, akaratereje, tehetsége, példaértékű. Kérek egy nagy tapsot. Kedves szülők, kedves gyerekek! Biztosan észrevették, hogy az iskolánk Bartók téri kapuján a jövő héttől az iskola épülete zárva lesz. Nagy felújítások, korszerűtésítések kezdődnek az iskolánkban. Érinti ez többek között a könyvtárat és a nyelvi termeket. Sok tanuló segített abban, hogy a könyvtárat az átalakítás idejére kiürítsék, ezért őket is, és azokat a tanulókat is, akik a 8. osztályosok ballagását segítették, dicséret illeti. Kérek a nevükben egy tapsot. Köszönöm. Az iskolánkban folyó pedagógiai munkánk aktív részesei önök is, kedves szülők. Ezúton szeretném megköszönni önöknek a velünk való együttgondolkodást és a támogatást, amit ebben az évben önöktől kaptunk. Néhány órán belül kezdetét veszi végérvényesen a vakáció, de az élet nem áll meg az iskolánkban. Számos programmal segítjük a dolgozó szülőket, hogy gyermekük hasznosan töltse el szabad idejét. Kerékpáros napközi, erdei napközi és sportnapközi került meghirdetésre, és a hagyományainknak megfelelően az idén is lesz nomád és kézműves tábor iskolánk parádi táborában, valamint vizitábor. A nyár folyamán valamennyi iskolánkkal kapcsolatos eseményről, időpontról, iskolánk honlapján
és a portán elhelyezett tájékoztatókból értesülhetnek. És egy utolsó gondolat. A szünidő, a szabadság élménye mámorítóan hat iskolánkból kiszabaduló gyermekekre. Kedves szülők, vigyázzanak rájuk, figyelmeztessék őket gyakran a leselkedő veszélyekre. És gyerekek, ti is vigyázzatok nagyon magatokra, mert szeretnénk valamennyiőtök csillogó szempárjával találkozni, amelyek ránk ragyognának augusztus 31-én a tanírnyitó ünnepsége. Köszönöm szépen! Az aerobik csapatunk évről évre diákolimpiai győztes Ódor Viktória irányításával. Most a legkisebbek búcsúztatják a 2008-2009-es tanévet. Smutzer Orsolya, Balog Orsolya és Márton Eszter bemutatóját láthatják. Szerintem gyerekek, semmit sem vártok jobban, mint az, hogy most mindenki álltam. És úgy gondolom a szülők is, meg a kollégák is. Az elkövetkező néhány hétre a nyári szünetre, valamennyiüknek kívánok nagyon jó pihenést, feltöltődést, boldog szép napokat a családjuk körében, és akkor hangozzék el a mondat. A 2008-2009-es tanévet ezennel hivatalosan bezárom. Éljen a vakáció! A szózat után a zászlókivitel következik. Köszönjük vendégeinknek, hogy megtiszteltek jelenlétükkel, nevelőinknek jó pihenést, társainknak kellemes vakációt kívánunk.
Kedves kollégák, bizonyítványosztásba az osztályok tantervébe kerül sor. Megkérem a legszélső harmadik, második A-osztályosokat, hogy induljonak el az osztályterembe. Mindenkinek kellemes pihenést, jó vakációt kívánunk! Először vigyük a székeket, asztalokat, utána függjük ki, mert a kockázat. Persze, csak is. Mint hogy bent a zene? Valami bűvöljél már, mert nem megy. Leállíthatom? Pont a legjobb.